Isten iránti hálával és a lélek örömével gyűltünk össze. A mai szép napon, az ősi Veszprémi várban, szeretett főszékes egyházunkban és annak közelségében. Az Úristen gondoskodott hívő népéről új főpásztort adott főegyházmegyénknek. Dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek, metropolita, 2018. december 17-én betöltve 75. életévét, 22 évi főpásztori szolgálatot követően az egyházi törvénykönyv 401. kánonja szerint benyújtotta hivataláról való lemondását Ferenc pápának. Krisztus azonban szüntelenül gondoskodik népéről és pásztori szolgálatának folytonosságáról egyházában. Ezt a gondoskodást ismertük fel a Szent Atya döntésében, amikor 2019. július 12-én a dr. Márfi Gyula érsek úr lemondása folytán pásztor nélkül maradt Veszprémi főegyházmegye 102. püspökévé és 3. érsekévé dr. Udvardi György pécsi megyés püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alelnökét nevezte ki. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az új főpásztor ünnepélyes érseki beiktatására érkezett vendégeinket. Mindenek előtt eminenciás és főtisztelendő dr. Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek urat, excellenciás és főtisztelendő Michael August Bloom címzetes érsek apostoli nuncius urat, excellenciás és főtisztelendő dr. Veres András győri megyés püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, az excellenciás érsek és püspök urakat, különös szeretettel az országhatáron túlról érkezett püspökatyákat, a szerzetes rendek előjáróit és tagjait, a paptestvéreket, különös szeretettel a határon túlról érkezett paptestvéreket, a diakónusokat, főegyházmegyénk intézményeinek képviselőit, a református és evangélikus testvéregyházak előjáróit, képviselőit, a társadalmi és közéleti méltóságokat, Soltész Miklós urat, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárt, Porga Gyula urat, Veszprém megyei jogú város polgármesterét, dr. Páva Zsolt urat, Pécs megyei jogú város polgármesterét, György érsek úr hozzátartozóit, rokonait, a Széchenyi Csitári plébániáról érkezett híveket, György érsek egykori középiskolás osztályfőnökét, tornatanárát, egykori diáktársait, valamint a pécsi egyházmegyéből és veszprémi főegyházmegyénkből érkezett híveket. Hamarosan kivetítők segítségével követhetjük, amint az érseki palota kápolnájában az új főpásztor hivatalba lépését megelőzően az apostoli nuncius úr előtt leteszi a hitvallást, a katolikus keresztény hitünk foglalatát, majd pedig esküvel kinyilvánítja hűségét az apostoli szentszék iránt. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei, unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum, Deo de Vero, genitum non factum consubstantialem patrio. Perchem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis. Et incarnatus est de Spiritus Sanctu ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus est, sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in se celum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus, et cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritus Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, quiropotus est per profitas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccaturum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Firma fide, quoque credo, e omnia que in verbo Dei scripto vel tradito contenentur, et ab ecclesia sive solemni judicio sive ordinario, et universali magistero, tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. Firmiter etiam, am plector acre riteno omnia, et singula que circa doctrinam de fide vel moribus, ab eadem definitive proponuntur. In super religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis ad hereo quib quas vive Romanus Pontifex sive collegium episcoporum enunciant cum magisterium authenticum exercent est in non definitivo actu easdem proclamare intendam. Georgi Udvardi ad sedem vespermiensem promotus Catholici Ecclesiae atque Romano Pontifici eius supremo pastori Christi Vicario beati Petri Apostoli in primatu successori et colleghi episcopurum capiti semper fidelis ero libero exercitio primatialis sumi pontificis potestatis in universa Ecclesia obsequar ipsiusque iura et autoritatem mihi curi erit provedere ac defendere. Prerogativas quoque atque munera Romani Pontificis legatorum, quippe qui personam gerant supremi pastoris agnoscam atque observabur. Apostolica munera episcopis commissa nempe populum Dei docendi, sanctificandi et regendi in hierarchia communione cum collegi episcopalis capite atque membris summa diligentia exsequendo curabu universi ecclesiae unitatem tuebor ideoque studiose incumbam
ut depositum fidei inde ad apostolis traditum purum et integrum servetur, ac veritates tenende et moribus applicende, pro tui ab ecclesiae magisterio proponuntur, omnibus tradantur et illustrantur. Erantibus vero in fide, paternum, animum pandam, atque omnia opere anditat, ut at plenitudinem catholici veritatis perveniat. Ad imaginem Christi, summi et eterni sacerdotis, respiciens, pie santeque agam ad ministerium mihi commissum ita ad implebo, ut forma factus gregis ex animo fidelis in Christiana perfectione ad ispenda confirmare valeam. Disciplinam cum te ecclesiae communionem fovebo et observantiam omnium legum ecclesiasticarum, erum in primis quae in codice iuris canonici continentur. Solerter insistam semper ad vigilans, ne mali usus irrepant, precipue circa ministerium verbi et sacramentorum celebrationem. Diligentem curam in temporalibus ecclesiae bonis administrandis bonam, iis potissimum quae ad divini cultus exercitium, ad cleri aliorque ministrorum honestam sustentationem, nec non ad sacri apostolatus et caritatis opera collata sunt. In explendo mandato mihi commisso omnes presbiteros et diaconos ordinis episcopalis providos, cooperatores nec non religiosos et religiosas, unius eusdemque operis participes, peculiari dilectione prosequar. Intemque de sacris vocationibus provehendis maximam curam habeo, ut spiritualibus necessitatibus in tota ecclesia convenienter consulatur. Laicorum dignitatem propriumque ipsorum in ecclesiae missione partem agnoscam et proveham. Opera vero missionaria ad gentium evangelizationem fovendam peculiari solicitudine curabo. Ad concilia ceterasque legitimas actiones collegiales vocatus nisi impediar ipse adero vel opportune respondebo. Statutis temporibus vel occasione data apostolice sedis rationem de pastorali meo officio reddam. Eius demque mandata atque consilia sinul obsequenter accipiam ac maximo studio perficiam. Sic me Deus adiuvet, et hec sancta Dei Evangelia, qui manibus meis tango. Hitvallást, mint pedig az esküt, apostoli nuncius úr, a bíboros úr, elődöm és a katya és kalocsai és akkor jelenlétében tehettem le,
mint egy megélve a püspöki együvé tartozást, és azt a bizonyosságot, hogy a küldetés az apostoli folytonosságon keresztül magát Krisztus próbálkozik. Hálásan köszönöm. Most pedig a Szentlélek kegyelmeit kérjük főegyházmegyénk új főpásztora számára a Szentlélek hívó ének éneklésével. Szeretett testvéreim, kedves vendégeink! György érsek atya egy korábbi beszédében fogalmazta meg a püspök feladatát. A püspök feladata, hogy Krisztust jelenítse meg tanításával, kormányzói szolgálatával és megszentelői feladatával. Feladata, hogy a területén élő minden ember üdvösségét szolgálja, segítse el a Krisztus ismeretre és a boldog, teljes életre.
Hamarosan megkezdődik 10 órakor az ünnepélyes érseki beiktatási szentmise, és a szentmise elején kapnak helyet a beiktatási szertartás elemek, ezek magyarázatát fogom most ismertetni. A bevonulás után, a szentmise elején az apostoli nuncius úr felolvassa majd őszentsége Ferenc pápa dr. Udvardi György érsek metropolitai kinevezéséről szóló bulláját. Az első 3 sor latinul, majd a bulla teljes szövege magyarul hangzik el. Az apostoli irat megismertetését követően nuncius úr jól láthatóan felmutatja az egybegyülteknek a pápai iratot, majd átadja őrzésre az érseki irodaigazgatónak. Majd mély értelmű, szimbolikus gesztus következik. A leköszönő főpásztor, dr. Márfi Gyula érsek átadja a püspöki pásztorbotot a római pápát képviselő apostoli nunciusnak, aki pedig a pápa nevében átadja azt az új érsek főpásztornak. A pásztorbot az egyik legrégebbi hatalmi jelvény. A püspökök a 7. századtól kezdik használni elsősorban szentmisén kívül, a 11. századtól pedig már liturgikus használata is elterjed. A középkortól a főpásztori hivatal jele és azon hatalomé, amellyel a püspök mint apostolutód rendelkezik, hogy teljesíteni tudja kötelességét és gondját viselje a nyájnak. Az Ószövetség a pásztorbot sokféle feladatát ismeri. A pásztor feladata az őrködés, az oltalom, és hogy minden bárányát zöldellő rétekre vezesse. Most hadd idézzem György érsek atya gondolatait. A választott nép, mint saját pásztorára tekintett az Úrra, az Istenre. Olyan pásztorra, aki gondoskodik, aki friss vízhez, legelőhöz vezeti. Aki törődik a beteggel, törődik az egészségessel. Aki pontosan tudja, hogy mire van szüksége, és megvédi az övéit mindattól, ami veszélyt jelent számára. Ez a kép, a pásztor képe számunkra egyértelműen Jézus Krisztusban válik teljessé, aki életét áldozta övéért a kereszten. A régi keresztény művészetben Krisztus jó pásztorként pásztorbotot visel. Szent II. János Pál pápa írja a következőket a pásztorbotról, mint jelképről. Nem a hagyományos értelemben vett hatalom jelképe ez, sem az elsőség vagy feljebb valóság jelvénye. A szolgálat jele jelzi a juhok szükséglete iránti szerető gondoskodás kötelességét, hogy életük legyen és bőségben legyen. A püspöknek irányítania kell és utat kell mutatnia. Hívei olyan mértékben hallgatnak rá és veszik körül szeretetükkel, amilyen mértékben ő követi Krisztust, a jó pásztort, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért. A pásztorbot átvételét követően a leköszönő érsek utódját a püspöki katedrához, a püspök tanítói székéhez invitálja. Majd kezdetét veszi a Veszprémi Főegyházmegye papjai részéről a tiszteletet és hűséget kifejező békeköszöntés az új főpásztor felé, jelezve, hogy testvéri, mégis hierarchikus közösség tagjaiként veszik körül püspöküket. Isten igéjének hirdetésében, valamint a hívek nagy családjának összegyűjtésében és nevelésében, a szentségek ünneplésében az új főpásztornak leginkább papjai vannak segítségére, mint a püspöki rend derék és szorgos munkatársai, Krisztus egy és ugyanazon papságának részesei. Most pedig
Imádkozzuk el egyházmegyénk új főpásztoráért az imádságot, amelyet a hívek megtalálnak a kiadott misefüzetben lévő szentkép hátulján. Kérve Isten kegyelmét Veszprém új főpásztorára. Mindenható örök Isten, állj főpásztorunk mellett áldásoddal, hogy szent fiadat képviselhesse számunkra. Gyújtson lángra buzgalmával, szégyenítsen meg példájával, szívén hordozzon szeretetével, megerősítsen türelmével, tartson meg a Szentlélek örömében, esedezzen kiránk áldást imájával, tápláljon a te tanításoddal, és tegyen minket tiszta, szent népeddé, Isten szolgáivá igazságban és szeretetben. Úr Jézus Krisztus, tedd egyházmegyénket élő sejté egyházadban. Áld meg György érsekünket, ajándékozz neki kormányzásában bölcsességet, fényét és szíved szeretetét. Óvd meg a gonosz minden támadásától. Adj neki okos és önzetlen munkatársakat. Tölts el minket tisztelettel, engedelmességgel és hűséggel püspökünk iránt. Hálával az egyházmegyénknek adott kegyelmekért, és taníts meg felelősséget is viselni érte. Jutalmazd meg főpásztorunk munkáját és fáradozásait az örök javakkal. Amen.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a lelkedben. Franciscus Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Frater Georgio Udvardi, Actinus Episcopo Quinque Ecclesiensi, Electo Arcipiscopo Metropolite Vesprimiensi. Salutem et Apostolicam Benedictionem. Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája, tiszteletre méltó testvérének, Udvardi Györgynek, aki mindeddig a Pécsi Egyházmegye püspöke volt, a Veszprémi Főegyházmegye kinevezett érsek metropolitájának üdvözletét és apostoli áldását küldi. Európában, mely a legrégebbi idők óta újra meg újra evangelizásra szorul, igyekszünk isteni akarattól vezetve, Péter utódaként, és gondot viselve az egész egyházra, többek között a Krisztus hívők egyes közösségeinek élére bölcs előjárókat rendelni. Most pedig figyelmünket a Veszprémi Főegyházmegye kedves nyájára fordítjuk, mely tiszteletre méltó testvérünk Márfi Gyula lemondása révén pásztor nélkül maradt. Mivel te, tiszteletre méltó testvérünk, valóban jól végeztett püspöki szolgálatodat a Pécsi Egyházmegye Krisztus hívői között, meg vagyunk győződve róla, hogy az ügyek intézésében jártasson, és a szükséges erényekkel fölvértezve ezen új tisztségedet is megfelelően fogod betölteni. Ezért, meghallgatva a püspöki kongregáció véleményét, apostoli hatalmunkkal téged a Veszprémi Főegyházmegye érsek metropolitájává nevezzünk ki, megadva az ezen hivatallal járó kötelességekhez fűződő jogokat, és erre vonatkozó egyházi jog szerint felmentve téged a pécsi püspöki szék kötelékéből. Legyen gondod arra, hogy Főegyházmegyed klérusával és híveivel elevelünket megismertesd, őket pedig buzdítjuk, hogy tisztelettel és készséges lélekkel fogadjanak téged, és szívesen támogassanak minden igyekezetedben, mely a katolikus hit megszilárdítására, az örök üdvösség reményének táplálására, valamint a tevékeny keresztény szeretet erősítésére irányul. Te pedig, tiszteletre méltó testvérünk, gondoskodva a nép lelki életéről, a magyarok nagyasszonyának, Szent István királynak és Boldog Gizellának hathatós közbenjárása által megerősítve, szavaddal és példáddal taníts nyájadat az evangéliumi parancsokat szüntelen megtartására, melyek nem mások, mint isteni tanítások, a remény építésének alapjait, a szívet felüdítő táplálékok és utazáshoz szükséges kormánylapátok, az üdvösség elérésének segítői. Kelt Rómában, Szent Péternél az Úr 2019. évében, július hónap 12. napján, pápaságunk 7. évében, Ferenc pápa. Gracias.
immandati seius volet nimis, potens in terra erit sine neius, generatio rectorum benedicitus. Justitia eius manet in siculum siculi. Ex hortum est in tenebris lume rectis, misericors et miserator et justus. Erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sanctus et Omnipotens, et in totum omnipotens, pastor bone in populo. Thank you.
Istenünk, Te az egy szent katolikus és apostoli anya szentegyházat a földön zarándokló helyi egyházakban teszed láthatóvá. Add meg népednek, hogy pásztorával egyé forjon, és úgy egyesüljön a szent lélekben az evangélium és az oltári szentség által, hogy méltón képviselje egy házad egyetemességét, jellé váljék a világ számára, és elvigye az emberek közé Krisztust, aki veled él és uralkodik a szent lélek egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, az Isten. Íme, én magam keresem meg juhaimat, és én magam gondoskodom róluk. Amint a pásztor számba veszi nyáját azon a napon, amikor megáll szétszélett juhai között, íme, én is gondjaiba veszem juhaimat, amelyek szétszóródtak. Visszahozom őket mindenünnen, ahová a sötét fellegek napján szétszóródtak. Kivezetem őket a népek közül, összegyűjtem őket az országokból, és visszaviszem őket saját hazájukba. Izrael hegyein legeltetem őket, a völgyekben és az ország lakott tájain. Jó legelőre terelem majd őket, és Izrael magaslatain lesz a legelőjük. Jó legelőn pihennek majd, kövér legelőn, Izrael hegyein. Magam terelgetem majd juhaimat, és magam telepítem le pihenőre őket, mondja az Úr, az Isten. Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszélettet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, és gondozom a kövéret és egészségeset. Az igazság szerint legeltetem őket. Ez az Isten igéjem. Thank you.
Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, akik közületek előjárok, azokat, mint magam is előjáró és Krisztus szenvedéseinek tanúja, és egyszer majd nyilvánvalóvá váló dicsőségének is részese, kérem, legeltessétek az Istennek rátok bizotnyáját. Viseljétek gondját ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint. Ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Ne zsarnokoskodjatok a választottak fölött, hanem legyetek a nyájnak példaképei. Ha majd megjelenik a legfőbb pásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Ugyanígy ti fiatalok, engedelmeskedjetek az előjáróknak. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal, mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőséget kell Istenünk! A hegyi beszédben Jézus így szól tanítványaihoz, amikor imádkoztok, ne szaborítsátok a szót, mint a pogányok, azt hiszik ugyanis, hogy akkor nyernek meghallgatást, ha sokat beszélnek, ne utánozzátok őket, hiszen mennyei atyátok tudja, mire van szükségtek, még mielőtt kérnétek őt. Ti tehát így imádkozzatok: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy ellenetek vétettek, mennyei atyátok nektek is megbocsájtja a bűneiteket. De ha ti nem bocsájtotok meg az embereknek, atyátok sem bocsájtja meg nektek bűneiteket. Ezek az evangélium igéi. Amen.
eminenciás bíboros úr, excellenciás apostol nuncius úr, excellenciás érsek és püspök urak, főtisztendő paptestvérek, tisztelendő szerzetes testvérek, nővérek, testvéregyházak nagy tiszteletű képviselői, tisztelt polgármester urak, a társadalmi élet, közélet, tudományos oktatás tisztelt képviselői, kedves testvérek, kedves vendégek! Készséges akarattal fogadtam Ferenc pápa szentatyánk megtisztelő bizalmát és kinevező bulláját, melyben az igen nagy múltú és oly gazdag hitélettel és kulturális hagyománnyal rendelkező Veszprémi főegyházmegye élére nevezett ki főpásztornak. Örömmel és szeretettel vagyok itt köztetek, kedves testvérek, hogy Anya Szentegyházunk megbízásából szolgáljalak benneteket az üdvösség útján. Az egyházam küldött, ezért a küldő szó hűségében, teremtő erejében bízva, és imáitóktól támogatva bátran bízom rá magamat, és a most megkezdett szolgálatomat az egyház lelkének a vezetésére. Feladatom a föltámadottnak, Jézus Krisztus személyének, a jó pásztornak és az ő evangéliumának hirdetése, akiről mi is hittel valljuk az ősegyház meggyőző tapasztalatát, Jézus Krisztus az Úr. Készen állok vállalni minden feladatot, betartani és betartatni minden egyházi és világi előírást, mely a Veszprémi Főegyházmegye törvények szerinti vezetésével és kormányzásával jár. Ezen feladataimat csak az egyház közösségében, az adományozott szolgálatok és karizmák hordozóinak testvéri közösségében tudom megvalósítani. Hálámat fejezem ki, hogy a Pécsi Egyházmegyében szolgálhattam. Köszönöm a papságnak, világi munkatársaknak, az egyházmegyei hivatal munkatársainak, híveknek, a helyi közösségek hivatalok vezetőinek az együttműködést. Az ott engem formáló tapasztalatokkal is gazdagíthatom főegyházmegyénket. Kedves testvérek, ezen ünnepi találkozás alkalmat kínál arra is, hogy megosszam veletek a személyes tapasztalatomat az egyházról, milyen meggyőződés vezet szolgálatomban. A hallott szentírási szakaszok tanítása segít ebben, amikor is a népére pásztorként gondot viselő hűséges Istenre, az ő emberért való cselekvésére, a pásztorok feladatára, magatartására, és ennek eredményeként a mennyei atyával kialakult fiúi kapcsolatra irányítják figyelmünket. Magam terelgetem őket, megóvom őket, friss forrásvizekhez vezetem őket, összegyűjtöm őket. A pásztor képe, mely a mindennapi tapasztalaton alapul, jól kifejezte a nép Istenhez fűződő kapcsolatát. Ezt a képet vette magára Jézus Krisztus, és ezt teljesítette be megtestesülésével, tanításával, halálával és föltámadásával. Én vagyok a jó pásztor, életemet adom a juhokért. Ugyanezt a pásztori magatartást kívánja meg azoktól a szolgáktól, akiket meghív és kiválaszt, hogy vele legyenek ebben a munkában. Kérlek benneteket, legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját, viseljétek gondját, ne kényszerből, hanem önként, az Isten szándéka szerint, ne haszonlesésből, hanem buzgóságból. Hallottuk. Ez a mindent odaadó gondoskodás tárja föl az Isten atyaságát. Vezet el a Jézusi imára, amikor Istent bátor bizalommal atyánknak szólítjuk, egymásra pedig, mint testvérekre tekintünk, és mondjuk közösen, mi atyánk. Meggyőződésem, az egyházban ismerjük fel hitelesen Jézus Krisztus tanítását, az atyától jövő igaz tanítást. Rábízhatjuk magunkat, mert minden embert bizonyosan elvezet a teljes boldogságra, amely után mindannyiunk szíve vágyakozik. És emögött a tanítás mögött az értünk megtestesült és életre
kereszten való feláldozásáig szerető engedelmes fiú halála és föltámadása áll. A jó pásztor oda ajándékozta életét, mert szeretett. Erre a szeretetre csak a viszont szeretet lehet a megfelelő válasz. Hiszen ő nem valamit, nem egy részt adott önmagából, hanem teljesen önmagát. Így mi magunk is csak teljes valunkkal követhetjük. Ez pedig döntést kíván tőlünk. A szeretet szabad döntését, szívünk meghozott döntését, és az abban való álhatatos kitartást. Ez számunkra öröm, nem kényszer, nem korlát. Öröm és szabadság. Mert Krisztus igaz. Az az élet, amit Jézus mutat az embernek, az jó. Az ember méltóságát teremti és óvja. Hiszen a parancsai nem mások, mint isteni tanítások, a remény építésének alapjai, szívet felüdítő táplálékok, az üdvösség elérésének segítői. Ahogyan a kinevező bulla szövegéből is hallhattuk. Az egyházban ismerhetjük meg helyesen saját magunkat, és fedezhetjük fel az emberi lét méltóságát. Mit jelent embernek lenni, igent mondani az élet nagyszerűségére? Az egyház védi, és prófétai módon képviseli a család és a családi élet Istentől elgondolt tervét. Minden korosztály, de talán leginkább a fiatalok vágyakoznak az igaz, az igazság biztos, hiteles és meggyőző képviseletére. Egyházunk hív bennünket, és felmutatja nekünk Krisztust és az ő tanítását, ami igaz és tényleg boldogságra vezet. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ez a boldog, méltó, örömteli, teljes életet akarjuk hirdetni, papok, szerzetesek, katekéták, világi hívek. Erről akarunk tanúságot tenni. Azzal a meggyőződéssel, hogy az evangélium minden ember számára ugyanezt az örömöt és szabadságot képes hordozni. Egyházunk Jézustól erre kapott kifejezett parancsot. Menjetek el az egész világra, és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Éppen ezért minden ember nyelvtől, kultúrától függetlenül otthonára ismerhet az egyházban. Saját gyökerei, múltja, hagyománya, értékei, gazdagság az egész közösség számára. Egyházunk hite kultúrát teremtő hit. Népünk, az érsekség történelme is bizonyítja ezt. Ez áthat gondolkodást, kapcsolatokat, mindennapi cselekedeteket, kutatást, oktatást, mert a teljes embert és az ember végső célját tartja szem előtt. Hiszen Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Ezért oly fontos feladatunk a nevelés és az oktatás ügyének előmozdítása. Ugyanis a Szentlélek inspiráló ereje vezeti mindazok tevékenységét, akik a teremtett világ megismerésén és a megszerzett ismeretek hűséges átadásán fáradoznak, így az ember igazi fejlődését mozdítják elő. Az egyház kultúrája értéket teremt, mely formálja az ember lelkét. Hiszen a hitünk miközben értelmes, szép is. Ezért a művészetek és azok művelői, akik a misztériumba igyekeznek egyre jobban belépni, még ha olykor az emberi keresés törékenységén keresztül is, a szép Istenről szeretnének vallani. Hiszem, egyházunk az érettünk megtestesülést vállaló Isten fia lelkületét teszi jelenvalóvá, amikor szolidaritást vállal a szegénység számtalan formájától szenvedő emberrel. Ezért dolgoznak oly sokan az egyház karitatív, szociális tevékenységében, megosztva azt a keveset, amivel rendelkezünk. Olykor átélve Péter apostol szegénységét és mégis gazdagságát, aranyom, ezüstöm nincs, de amim van,
azt neked adom. És adjuk Isten igéjét, mely képes életeket megmenteni és megújítani. Az a meggyőződés vezet, hogy az egyházunknak van mondani valója a mai ember életével, gondjaival, félelmeivel, aggodalmaival kapcsolatban, a hívő és nem hívő felé egyaránt. Annak a Jézus Krisztusnak, aki vállalta mindannyiunk sorsát, van üzenete a mai embernek, és ez az üzenet nélkülözhetetlen a boldogság eléréséhez. Az egyház, mint gondos anya, ünnepet készít gyermekei számára, hogy felemelje lelkünket, hogy Isten szeretetét szemlélve hála ébredjen a szívünkben az Atya iránt. Legyen bátorságunk Jézus Krisztus Atyát, mi Atyánknak szólítani. Erre hív a mai ünnepen az evangélium üzenete. Egyházmegyénk előtt álló feladatok sorában különösen is fontos ennek a személyes Krisztushoz ragaszkodásnak a megújítása. Mind a papság, mind a hívek, különösen pedig a püspök az én részemről. Öltsétek magatokra Krisztus, szítsátok fel magatokban a keresztség kegyelmét. Mindezek alapján az egyházmegyében, plébániáin, oktatási intézményeiben, pasztorális tevékenységeiben szükséges feladatként tekintek a keresztségben ajándékul kapott méltóság megerősítésére, bátor, természetes megélésére, a keresztény identitás kialakítására és megerősítésére. Imádkozzunk, hogy ez az ünnep élessze fel mindannyiunkban saját személyes elköteleződésünket a feltámadott Krisztus, jó pásztorunk mellett. Egyházmegyénk minden tagja üdvösségét, életre támadását szolgálva ezzel. Amen. Kérjük testvéreim az Istent, hogy a boldogságos szűzanya Szent Anna és boldog Gizella királyné közbenjárására áldja meg egyházmegyénket és hallgassa meg kéréseinket. Mennyei Atyánk! Könyörgünk hozzád szent egyházadért. Küldd el Szent Mihály főangyald, hogy védelmezze népedet, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Könyörgünk hozzád, Istenünk, szent atyánkért, Ferenc pápáért, hogy a hit, a remény és a szeretet bátor hirdetője, és irgalmasságod állandó tanúja legyen minden ember számára. Urunk, hozzád fordulunk egyházmegyénk új főpásztoráért, György érsekért, a papokért és diakónusokért, a szerzetesekért és a szent szolgálatban segítő minden munkatársért, hogy őszintén, bátran és felelősségteljesen munkálják a rájuk bízottak üdvösségét. Hálát adunk, Urunk, egykori főpásztorainkért, akik szolgálatával megajándékoztál minket, hogy tanításodat hűségesen oktassák, és Isten tisztelet szent papjai legyenek, és minket a szolgálat szellemében kormányozzanak. Köszönjük nyugalmazott főpásztorunk, Gyula érsek atya hűséges szolgálatát, továbbra is kísérje életét áldásod, adj neki testi lelki erőt és békés napokat. Jézus!
Könyörgünk hozzád, Urunk, a fiatalokért, hogy meghallják hívó hangodat, s bátor bizalommal kötelezzék el magukat a papi és szerzetes hivatás gyakorlására. Kérünk téged, Istenünk, a közoktatásban és a hitoktatásban fáradozókért, a katekétákért, pedagógusokért és a diákokért, hogy mindnyájan megértsék, s hűségesen teljesítsék feladatukat Krisztusra, mindnyájunk igaz tanítómesterére figyelve, és őt minden nap követve. Könyörgünk hozzád, Urunk, egyházmegyénk híveiért, az öregekért és a betegekért, a gyermekekért és a fiatalokért, a szülőkért és egyedülállókért, és a különféle nehézséggel küzdő embertársainkért, hogy békében és egyetértésben éljünk egymással, minnyájunk javára és a te dicsőségedre. Fohászkodunk, Urunk, egyházmegyénk elhunyt papjaiért, híveiért és minden megholtért, hogy megnyíljék számukra a mennyország ajtaja. Urunk Istenünk, tartsd meg kegyesen, amit egyházmegyénk történelme során nagy lelkű szeretetedben adtál nekünk, és add, hogy szent egyházod rendületlen hittel kitartson neved megvallásában. Krisztus, a mi Urunk által.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, egyszülött fiad végtelen szeretetének emlékezetét ünnepeljük. Kérve kérünk, hogy ennek az üdvösség szerző áldozatnak kegyelmi hatása, egyházat szolgálata révén az egész világ üdvére váljék, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkedet. Emeljük föl szívünket. Lehetünk az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ő általa vezetted az igazság megismerésére a népedet, és azt akartad, hogy az egy hit és az egy keresség révén az ő titokzatos testévé tegyen minket. Te Krisztus által árasztottad ki minden népre a szent lelket, aki ajándékaidnak sokféleségében csodálatosan működik, és megvalósítja az egységet, fogadott fiaidban lakozik, betölti és kormányozza az egyházat. És ezért mi is az angyalok kórusához társulunk, dicsőítünk téged, és újongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelye,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontati a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, a dicsőséges vértanúkkal, Szent Annával és Boldog Gizellával, főegyházmegyénk védőszentjeivel, és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk oszon az egész világnak véket és üdvösséget. Erősít meg hitben és szeretetben, foldi zánomdok kúját jára egyházadat, szolgadat Ferenc pápakot és György püspökünket, a püspöket testületét, a papságot és egész megváltott a népedet. Teljes és kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is, mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is. Örökre országod gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.
szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a másra béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljátok a jövőt, hanem csak egy szóval és megjúlt az életben. Kedves testvérem, hál' Istennek sokan vagyunk. A szentalzás rendje a következő lesz. Érsekatyához járulnak a diákonusok, majd utána ők bevonulnak a sekrestyébe, és egy képviselő testületi tag kíséretében kimennek a szektorokba áldoztatni. A érsekatya középre megy a pad elé, ott fogja áldoztatni először a rokonait, majd ott hátul. Két diákonus a Szent György oltárnál, illetve itt a Szent Anna oltárnál. A atyákat arra kérem, ide kikészítünk egy asztalt, rávisszük a szent vért és a szent testet, vegyétek itt lent magatokhoz, itt a szentélyben pedig csak a szentélyben lévő atyák fognak szentáldozáshoz járulni.
Thank you.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, add, hogy ebben az egyházmegyében éljen és mindig fennmaradjon a hit sértetlensége és az erkölcsi élet tisztasága, a testvéri szeretet és az igaz vallásosság, és amint fiat testével meg szavával folytonosan élteted, kormányozz is szüntelenül gondviseléseddel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És most felkérem dr. Veres András, győri megyés püspök urat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét, hogy a püspökök nevében tartsa meg köszöntő beszédét. Kedves Gyulai Érsek atya, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjainak nevében először neked szeretném megköszönni azokat az évtizedeket, amelyeket a püspöki konferencia tagjaként együtt szolgálva élhettünk át. Mindig tanulhatunk egymástól, bennem leginkább az maradt meg, hogy a jelenléted mindig egy derűs jelenlét volt, amikor a betegséggel kellett megküzdened, akkor sem veszítetted el ezt a derűs lelkületet, sőt, talán nem titok, ha azt is elmondjuk, hogy néha egy-egy viccel igazán hangulatossá tudtad tenni üléseinket, testvéri együttlétünket. Jóisten, tartsa meg benned ezt a derűt, adjon jó egészséget, a nyugdíjas éveket is Isten dicsőségére és egyházunk javára tud fordítani. Kedves György érsek atya, nagyon sokszor szembesülünk azzal az életünkben, hogy hirtelen kell váltani. Biblia alapokon nyugvó közmondás az, hogy nincsen maradandó lakásunk itt a Földön, és ez sokszor be is bizonyosodik, még a püspökök életében is. De miután téged sem arról ismerünk, hogy ez különösebben megrázkódtatna téged, ezért ebben az ünnepi órában, amikor átveszed a Veszprémi érsekség kormányzását, azt kívánjuk, azt kívánom neked, hogy mindig tudd azzal a határozottsággal, de világossággal, azzal a derűvel és elszántsággal végezni szolgálatodat, amit eddig is megtapasztaltunk részedről, és mindig az az alapos eljárásmód, az az alapos körültekintő cselekedet vezessen ennek egyházmegyének a kormányzásában is, amit megtapasztalhattunk, mint Pécsen, mint pedig a püspöki konferenciában. Mint ahogy eddig, ezután is folytatjuk, válvetve a munkánkat, küzdelmeinket, mindjárt a jövő héten tesszük tiszteletünket Pécset, hiszen ez az ülés már régóta el volt határozva, hogy Pécset lesz, és szeretettel készülünk, és addig is imádkozunk érted, hogy ezt a szolgálatot mindig Isten dicsőségére tud végezni. Jó Isten segítsen! Felkérem Szerenka Miklós általános érseki helynök urat, hogy főegyházmegyénk papsága nevében köszöntse érsek ura. Excellenciás és főtisztelendő Michael August Blum, érsek apostoli nuncius úr, excellenciás és főtisztelendő Udvardi György, veszprémi érsek úr, excellenciás és főtisztelendő Márfi Gyula, emeritus veszprémi érsek úr. Új főpásztorunk beiktatása alkalmából főegyházmegyénk papságával együtt először is köszönetet mondunk a mindenható Istennek, Márfi Gyula érsek úr 22 éves
főpásztori szolgálatáért. Megköszönjük az Úristennek, hogy érsekatyánk súlyos szívműtéte után is erőt adott neki tanítói, megszentelő és kormányzói küldetésének teljesítéséhez. És azért, hogy hivatásának teendőit mindig püspöki elmondatának szellemében áldozatos szeretettel törekedett végezni. Amikor 70. születésnapja, majd aranymiséje alkalmából bekapcsolódtunk személyes hálaadásába, egyúttal számba vettük munkásságának eredményeit, életének örömeit és keresztjeit. Biztosak vagyunk abban, hogy mindezek beírták Márfi érsekatya nevét főegyház megyénk történetébe. Kérjük, excellenciás nuncius urat, szíveskedjék köszönetünket tolmácsolni ő szentsége Ferenc pápa felé. Szívből örülünk annak, hogy amikor elfogadta Márfi érsekatya nyugdíjazási kérelmét, nem hagyta főegyházmegyénket árván, hanem a főpásztori feladatok végzésében gyakorlott és méltó érseket rendelt főegyházmegyénk élére az eddigi pécsi megyés püspök személyében. Hálánkat azzal szeretnénk bizonyítani, hogy készséges engedelmességgel együtt működünk új főpásztorunkkal, lelkipásztori munkánk és a szeretett közösség építése révén. Újonnan beiktatott érsekatyánk iránti bizalmunkat erősíti őszentsége Ferenc pápa levele, amelyet e hónap elején az egyházban élő paptestvérekhez intézett. Ebben így fogalmaz: a papoknak szükségük van arra, hogy püspökükben az idősebb fivér és az apa alakjára leljenek, aki ezekben a nehéz időkben bátorítja, ösztönzi és támogatja őket. Szentséges atyánk levelének minden sorából ez a bátorító és segítő atyai szeretet sugárzik paptestvérei felé. És tudjuk és várjuk, hogy új főpásztorunk is ugyanezzel a szeretettel fogadja paptestvéreinek munkáját, életét. Imáinkban mindnyájan kérjük, hogy Jézus az örök főpap áldja meg, és Szűz Mária, a papok mennyei édesanyja segítse közbenjárásával egész egyházunkat, szentséges atyánkat, a régi és az új főpásztorunkat, főegyházmegyénk papjait és az egész hívő népet. Felkérem Csertán György testvérünket, egy édesapát, hogy főegyházmegyénk hívei nevében köszöntse érsekatyát.
Főtisztelendő érsek úr, engedje meg, hogy a Veszprémi Főegyházmegye világi híveinek nevében sok szeretettel köszöntsem önt, mint új főpásztorunkat, egyházmegyénk harmadik érsekét. Isten hozta itt nálunk Veszprémben, ezen az ősi helyen, amely a magyar kereszténység egyik nagymúltú bástyája. Itt, ahol évszázadokon keresztül koronázták királynőinket. Itt, ahol a mondás szerint vagy fúj a szél, vagy haramloznak. Bízunk benne, hogy nagy elődeihez hasonlóan, fáradhatatlanul, álhatatosan és megalkuvást nem ismerje, tudja az egyház megyét kormányozni. Kérjük az Istent, hogy adja meg önnek az ehhez szükséges kegyelmeket és bőséges áldását. Hálát adunk az Úrnak, hogy van főpásztorunk. Nem fogunk megfeledkezni arról, hogy imádkozzunk önért nap mint nap, és egyben kérjük önt, hogy ön is imádkozzon értünk. Kérjük a legfőbb pásztort, hogy óvja életét, segítse munkájában, adjon önnek bőséges kegyelmet és erőt, hogy jó pásztor módjára vezethesse híveit, és szolgálhassa az egyházmegyét. Felkérem dr. Márfi Gyula, emeritus érsek urat, hogy tartsa meg üdvözlő beszédét. Evidenciás bíboros úr, excellenciás nuncius úr, ések és püspök urak, fürtisztendő pap testvérek, kedves Krisztus hívő testvéreim! Mindannyiukat tisztelettel és szeretettel köszöntöm, külön is gondolva az állam és a közélet képviselőire, akik megtisztelik jelenlétükkel a leköszönő és az újonnan beiktatott veszprémi éseket, bekapcsolódva hálaadásunkba és kéréseinkbe. Én személy szerint elsősorban hálaadással tartozom a Jóistennek, a Szent Atyának és mindazoknak, akik 52 éves papi, 24 éves püspöki szolgálatomban segítettek. Hálás vagyok mindenek előtt a Jóistennek, aki méltatlanságom ellenére egy zalamegyei templomtól távol eső faluból meghívott szolgálatára. Igazolva látom saját életemben Pál apostol szavait. Isten azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket. És ami a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszókat, hogy megsemmisítse azokat, akik valaminek látszanak. Köszönöm neki szüleimet és családomat, akik rokonaimmal, lelkipásztoraimmal és másokkal együtt szívvel, lélekkel támogattak hivatásomban. Köszönöm az örömöket, az elért eredményeket, de a kudarcokat és a megpróbáltatásokat is. Az életveszélyes infarktust, a 18 és fél éve túlélt 8 bypassos szívműtétet. Külön köszönöm az életmentő műtétet végző orvosoknak és munkatársaiknak a tevékenységét. Köszönöm a Szent Atyának, hogy a lemondó levelemben megfogalmazott kérésemnek eleget tett, és nem kell egyre inkább megfogyatkozó látással, hallással és növekvő feledékenységgel, amnéziával küszködnöm a számomra egyre nagyobb problémát jelentő kormányzás gondjaival. A Szent Atya pontosan azt tette, amit én kértem tőle. Köszönöm a bíboros úrnak, nuncius úrnak és elődjeinek, püspök testvéreimnek és pap testvéreimnek és a híveknek, köztük rokonaimnak, barátaimnak is, hogy gyengeségeim ellenére elfogadtak és segítettek munkámban. Bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam szóval, cselekedettel és mulasztással.
Pár éve már senkinek sem írtam karácsonyi és húsvéti jó kívánságokat, és a postán érkezett ajándékokat is csak nagyon ritkán volt erőm megköszönni. Azt azonban elmondhatom, mindenkinek hálás vagyok, mindenkiért mondtam legalább egy fohász, néha még szentmisét is. Talán megemlítettem még, hogy én sose voltam irigy senkire, igazából soha senkire se haragudtam, sose törekedtem arra, hogy esetleg a hivatalommal együtt járó eszközöket felhasználva visszafizessek az ellenem vétőknek. Az igazság az, hogy nem is nagyon volt mit visszafizetnem. Végül arra kérem a jelenlévő testvéri közösséget, imádkozzanak egyházmegyénkért, különösen és annak új főpásztoráért, György érsekért. Adjon neki a Szentlélek bölcsességet, szeretetet és erőt, hogy a reáváró nem könnyű feladatokat teljesíteni tudja. A Pécsi Egyházmegyével együtt éljen és virágozzék a Veszprémi Főegyházmegye holnap jobban, mint ma, és holnap után még inkább. De imádkozatok értem is, hogyha még kapok ajándékba egy kis időt, azt Istennek tetsző módon tudjam felhasználni. És imádkozatok különösen is azért, hogy földi utamat befejezve eljussak a halálból dicsőségesen feltámadt Jézussal való boldogító találkozásra. Sis Sándor szavaival fejezem be, jaj csak akkor, elne késsen hozzád csukló szívverésem, én Istenem, csak az Amen-t elne védsem. Köszönöm szépen. Szent mise végén hálámat és köszönetemet fejezem ki. Köszönetemet apostoli nuncius úr jelenlétért, aki a Szentotyát képviseli számunkra. Köszönöm Veres András püspök úrnak, mint a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökének testvéri szavait. Köszönöm Bíboros úr, püspöktársaim támogató imáit és megtisztelő jelenlétüket. Nagy hálával köszönöm meg Márfi Gyula érsek úrnak, hogy így hosszú időn át nagy szeretettel vezette az egyházmegyét. Isten áldja ezért. A kormányzás terhét immár letéve legyen alkalma a lelkipásztori szolgálat végzéséhez hosszú időn keresztül. Köszönöm az egyházmegye papsága részéről megmutatkozó kedves fogadtatást, Helynök úr köszöntősét. Főtisztelő paptestvérekkel együttműködve kívánom végezni szolgálatomat. Kérem, legeltessétek Istennek rátok bízott nyáját. Hívok innen is minden paptestvéremet szeptember 10-ére, ide Veszprémbe, az egyházmegye székhelyére, ahol ezen együttműködés és kapcsolatfelvétel első konkrét lépéseit tehetjük meg. Ugyanígy köszönöm és kérem a szerzetes rendek karizmái szerinti egyház szolgálatát, amelyet az egyházmegye javára végeznek. Ugyanígy köszönetemet fejezem ki, és kérem is szolgálatukat az érseki hivatal, szociális és oktatási intézmények vezetőinek, dolgozóinak, valamint a hitoktatóknak áldozatos szakmai támogatását, és a nevükben elhangzott köszöntést is.
Itt szeretném megköszönni Főegyház megyei hivatal minden munkatársának, minden segítkezőnek, a főplébánia munkatársainak az ünnep megrendezésért tett fáradozásukat, és ugyanígy szeretném megköszönni az önkormányzat minden munkatársának, akik ebben részt vettek, és mindazoknak a testvéreknek, akik a rendezett megrendezésben és a rendfenntartásban működnek együtt. Hálásan köszönöm ezt a munkát. Köszönöm és kérem a hívek, különösen a beteg és szenvedő testvérek imáit és támogatását szolgálatomban. Feladatom részének tekintem a testvéregyházakkal való közös cselekvés lehetőségének a keresését is. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket. Kérem, és a magam részéről felkínálom mind a személyes, mind az egyházmegyei együttműködési szándékot a tudomány, a kultúra, a közélet, az önkormányzatok, tájékoztatási eszközök képviselői részére, a közjó előmozdítása érdekében. Imáimról biztosítom mindazokat, akik ezeken és az ezekhez kapcsolódó területeken az igazság szolgálatában élik meg hivatásukat. Szükségesnek tartom közölni ezen a helyen is, hogy a Pécsi Egyházmegyére vonatkozóan az apostoli kormányzói kinevezésem az utódom beiktatásáig érvényben van. Így teljes jogkörrel, de átmeneti időre a Pécsi Egyházmegye vezetése is a szolgálatom része. Ez megkívánja, hogy heti rendszerességgel Pécsett is jelen legyek. Ez mind a feladatok, mind pedig a rendelkezésre álló idő pontos megtervezését és beosztását is megkívánja. Minden munkatársamtól együttműködést, felelős cselekvést kérek. Köszönöm, hogy a pécsi munkatársaim, paptestvérek, hívek közül többen is eljöttek erre az ünnepre. Az egyházi törvénykönyv előírásainak megfelelően az új főpásztornak bizonyos tisztségek betöltésére vonatkozóan rendelkeznie kell. Ezért a korábbi kinevezéseket szem előtt tartva és az érintettekkel egyeztetve további intézkedésig megerősítem őket megbízatásukban. Kívánom minden kedves testvéremnek, legyen ez a közös ünnep is erőforrásunk a hétköznapok döntéseihez, szolgálatához. Még ide sem érkeztem, már többször is hallottam ezt a mondást, ami itt is elhangzott, hogy ezen a vidéken vagy a szél fúj, vagy harangoznak, most harangoznak. De eszembe jutott egy másik mondás, miszerint azt nem tudjuk meghatározni, hogy milyen irányból fúj a szél. De a vitorláinkat a szél irányába tudjuk állítani. Hát tegyük ezt közösen. Kérjük ehhez főegyházmegyénk védőszentjeinek közbenjárását. Szent Anna, Boldog Izella, Szent György vértanú, magyarok nagyasszonya, könyörög érettünk. Most pedig fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Isten békéje, amely meghalad minden értelmet, őrizze meg szíveteket és elméteket Istenünknek és Szent Fiának, ami Urunk Jézus Krisztusnak ismeretében és szeretetében. Amen. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, és erősítse meg szíveteket az ő szeretetében. Amen. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve, éljétek le a földi életet, mindennapi munkátok legyen érdemszerző, és jussatok el a boldog örök életre. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békében. Istennek.